Üdvözlöm, Parajd István vagyok. És ebben a videóban szeretnék egy jó pár olyan kérdésre válaszolni, amit főleg a kiköltözéssel és a magán területtel kapcsolatban, a magánélettel kapcsolatban szoktak föltenni ügyfelek. Úgyhogy ilyen válaszokat gyűjtöttem össze, hogy ezek egy picit a félelmet elvegyék, mert nyilván azt látom, hogy nagyon sok ember, amikor egy döntés előtt áll, és azért, hogy külföldre költözünk, azért egy pláne, aki a vasfüggöny mögött élt az élete egy részét, természetesen egy nagyon nagy kaliberű döntés, és nyilván vannak félelmi az emberek minden döntéssel kapcsolatban. Erre azt tudom csak mondani, hogy amikor az ember így megtervezi, megálmodja, és nyilván a félelmei is megvannak, meg a reményei is, nekünk, ha 100%-ba fejezném ki magam, körülbelül 200%-osan sikerült teljesíteni az elképzeléseinket és vágyainkat. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy mindazok a félelmek, ami a beilleszkedéssel volt bennünk, főleg az, hogy hogyan fognak elfogadni külföldiek, idegenek maradunk mindig, és így tovább, ez igazából nem valósult meg, tehát ettől nem kell félni. Mit kell ezt persze tenni, hogy ez ne valósuljon meg? Nekünk kellett abban lépni, hogy mi magunk közeledtünk a többiekhez, a magyarokon kívül, sőt főleg nem a magyarokkal, hanem a helyiekkel kezdtünk el kapcsolatot építeni, barátságot építeni, és nagyon marketing szagúnak hangzik a dolog, de valóban sóborog. Tehát én nem tudom, mi a Burgerlandban, azt nem ismerem, és tudom, hogy sok negatív hatás átnyúlik a határon, ezért nem biztos, hogy a magyarokat olyan feltétel nélkül szeretik és be tudnak illeszkedni. És lehet a Svájc mellett, Vorarlbergben úgy szintén, ahol a svájci behatás miatt nem szeretik úgy unblock a külföldieket, és nagyon fent hagyják az ordukat. De például Stejerországban vagy Karintiában a tapasztalatom az, hogy bárkivel leültem beszélgetni, bárkit megismertem, előbb-utóbb elmesélte, hogy neki az egyik nagyszülő, a nagyszülő testvére, vagy unoka testvére, de bármilyen izikbendi, tehát sokad rétű, vagy sok szintű távolságban is lévő rokon, de rokona volt neki, vagy valamilyen kicsi arányban akár magyar vér folyik benne, és nyilván a rokonokkal nem vagyunk ellenségesek, tehát nagyon érdekes, hogy tényleg nagyon befogadóak. Arról nem is beszélve, hogy Stejerország jó részén, főleg a turizmusban, hát ma már jelentősen meghatározza a magyarok jelenléte, és hát akiből élünk, az annak nyilván nem ők ellenséges. Tehát ezek a félelmeim szerte fosztottak. Úgyhogy szerintem van 200%-ban valósultak meg az elképzeléseink, álmaink, nagyon jól sikerült beilleszkedni. Arra nem is beszél, hogy csomó minden költségünk jóval olcsóbb, tehát sok szempontból egészen más világban élünk. Nyilván az is fontos, kicsit ez is beleszámít, hogy ha az ember elmegy és vásárol valamit, mind élelmiszert, mind akár egy háztartási vegyi árut, más minőség van, mint a magyarban. Ugyanaz a márka jel alatt beszélek persze, tehát nem különbözőről beszélek. Ez mindez hozzá tartozik. De ami a legfontosabb központi kérdés szokott lenni a családoknál, az igazából a gyerekek. Hogy mi lesz a gyerekekkel, hogy a gyerekek miatt, pont a gyerekek miatt sokan nem akarnak lépni, pont a gyerekek tartják vissza. Ez egy ilyen belső kifogás szokott lenni. És persze megvan az alapja olyan szempontból, hogy ezt táplálják sokszor a hozzá nem értő és tapasztalatlan tanácsadók, ami nálunk is megvolt a kisebbik fiamnál második osztályban, hogy azt mondták, hogy a tanárok nulla tapasztalata, semmi tapasztalatuk nem volt, de hatalmas véleményük volt. Azt mondták, hogy hát igen, a gyereknek nem tesz jót, hogy a Balázs össze fog kavarodni, éppen most tanulja a magyart, még nem eléggé fixálódott, vagy nem is tudom, hogy mit mondtak, meg az írást most tanulja, és azt gyakorolja, és így tovább össze fog kavarodni. Hát ez egy nagy badarság volt. Én azt gondolom, hogy ma, ha bárki megkérdezne maga, azt mondom, hogy pont azért, mert, és abban a pillanatban érdemes lépni, minél előbb, annál jobb, minél kisebb a gyerek, annál könnyebben kapcsolódik bele. Ma a legnagyobb örömöm, ha bárki megkérdezne, a boldogságom, a legnagyobb sikerem, legnagyobb boldogságom az, hogy a gyerekeim beszélnek mind a hárman fantasztikusan jó. A németül, a középső fiút meg is dicsérték, hogy milyen választékos és szép kiejtése van. Hát az írásban még kell fejlődnie.
Ez mi, honnan indult el az egész? Nyilván, amikor eljöttünk Muraba, akkor először nem ingatlant, hanem iskolát néztünk, és ha már volt iskola, akkor vettünk egy ingatlant, tehát mi egy picit folytatott sorrendben csináltunk, mert nem volt senki, mint én önöknek, hogy tudjon segíteni. Sajnos senki nem volt, aki tudott volna segíteni, és fogta volna a kezünket, és mondta volna, hogy hova, merre érdemes menni. Úgyhogy nagy örömmel fogadtak minket az iskolába, ellentétben az otthonival, ahol még amikor megmondtuk, hogy külföldön fog tanulni a gyerek, akkor még azt is mondták, hogy írassuk ki őket, mert még ilyen külföldön tanuló státuszban sem akarták megtartani. Tehát valami rettenetesen látszott, hogy a gyerek az Magyarországon egy probléma a túlterhelt pedagógusnak. Itt viszont nagyon nagy örömmel, kitörőmmel fogadtak minket. Azt kell tudni, hogy 2 évig, mindegy, hogy hány éves a gyerek, 2 évig az iskolában türelmi idő van, ami azt jelenti, hogy nem kell osztályzatot kapni, csak ha jó egyet tud, tehát ha jó eredményt tud elérni, ez a 2 év a felzárkóztatásról szól, és nyilván nem kellett osztályt se ismételni, tehát első osztály befejezése után itt másodikba tudta kezdeni a fiam. Tehát ez nem jelenti azt, hogy osztályismétlés vagy évveszteséggel jár. Nagyon hamar, 1/2 év alatt megtanultak úgy németül, hogy jól értették már a tanárt, és tudtak kommunikálni, nyilván addig picit nehezebb volt, de 1 év után már egyik gyereknek sem lett volna kedve, és nem tudtam rábeszélni, hogy visszaköltözünk Magyarországra. Úgyhogy a gyerekeknek nagyon könnyű a helyzet, hogy ingyenes az iskola, itt nyilván a felsőoktatás is ingyenes, mert itt szemben Magyarországon azt gondolják, hogy ha itt valaki megtanul, akkor mindegy, hányan maradnak itt a végén, de minél több tanul, annál több fog itt maradni, hiszen szakember hiány van, és fiatal hiány van egy jelölegedő osztrák társadalomban, itt kicsit mások az értékrendek. Kicsit teljesen más az értékrendek, mint Magyarországon, mert a politikai és a állam által megosztott értékrendre gondolok. Úgyhogy a tanulásban én azt gondolom nem szabad félni, a gyerek egyébként megoldja saját maga, tehát a gyerek az fantasztikus, és bízni kell benne, és hát ez a legnagyobb, amit adhatunk nekik, hogy apám a legtöbb, amit adhatott nekem, pont az volt, hogy gyerekkorban szinte a nyelvi szinten megtanultam németül, és ma is egyébként a munkám egy jelentős része az, hogy a kulturális és a nyelvi különbségeket hidalom át ügyfelek, a hatóságok meg az eladók között. Úgyhogy azt gondolom, hogy ettől sem kell félni. Emellett nagyon jó az orvosi ellátás, mondom se kell, hogy itt élünk Ausztriában, és a legjobb magyar orvosok kezében vagyunk. Most a gyerekeknél volt egy-két kisebb baleset, és a műtéteknél mindig egy magyar specialista műtötte őket, a legjobb orvosok itt vannak én Ausztriában, el szeretném mondani. Mindezt nyilván egy magas szintű orvosi környezettel, tehát kórházi környezettel, és egy nagyon jól működő TB ellátással, tehát eszméletlenül jó és egyszerű. Mondok egy példát csak, hogy milyenek vannak, én először fel sem fogtam, hogy ilyen létezik. A szomszédom mesélte először, aki fodrász és a derekával vannak időnként gondjai, hogy a társadalombiztosítás elküldi ilyen 2 évente 3 hetes regenerációra, tehát egy ilyen kúrára. Bár rátkértük az olyan, mint mondjuk Magyarországon Zalakaros, vagy Hévíz elküldi egy ilyen kúrára, és amikor egy ilyen kúrára megy, akkor nem csak egy nincs, hogy szállodában van, hanem kap naponta kezeléseket is, mint ez 3 héten át. Megelőzés céljából, tehát nem haldokló betegről beszélek, hanem egy normális emberről, akinek időnként derékfájdalmai vannak, hogy minél tovább tudjon egészségesen dolgozni, és persze a TB-t is fizetni. Nyilván itt van azért megint egy különbség, itt mindennek van egy pici önrésze, de ez 1-200 euró, ő maga is hozzá kell, hogy tegyen, de a többségét nyilván 80 vagy 90-ben a TB fizeti. Ugyanegy igaz egyébként ez a kórházi ellátásra, például a kórházba befekszem, így 5 csillagos szállodának felelt meg, amikor én például Stolzápén, Murau fölött voltam a kórházban egy pár napot, akkor a napi 8 euró önrészt ki kellett fizetni. Szóval itt mindenki kiveszi picit a részét a dolgokból. Egy következő videóban fogok azért beszélni egy keveset az adózásról, de a magánéleti beilleszkedésnek azt gondolom, ha mi magunk nyitottak vagyunk és kapcsolatteremtők vagyunk, és erőfeszítéseket teszünk, még ha nem is tudunk németül, de hogy megtanuljunk szép lassan, akkor azt gondolom, ebben nem lesz gond, ezt a félelmet szerintem félre lehet tenni, és minél előbb érdemes lépni. És persze, aki úgy dönt, hogy lépni fog, akkor nyilván én nagyon sokat segítek, tehát ha valaki vesz egy lakást, akkor nem csak az a lényeg, hogy kifizette a Swisslát, hanem csomó esetben
még az iskolai beiratkozásban, egy telefon, egy internetbekötésben és bármilyen dologban is szoktam segíteni az ügyfeleimnek. Hát röviden ennyi a magánéleti terület. Tudom, hogy nagyon sok kérdés van, és ezt látom a Facebookon, illetve látom az e-mail postaládaimban, hogy százával küldenek, vagy ha nem is százával, de tucatjával küldenek kérdéseket az ügyfelek. Mi van akkor, ha? Mi van akkor, ha? Mi van akkor, ha így van? Mi van akkor, ha a gyerek ennyi idős és annyi, meg amannyi, meg közben otthon be vagyok jelentve, és akkor itt is lehet-e bejelentve. Szóval mindenféle ilyen mi van akkor, ha kérdéssel keresnek meg. Ne haragudjanak, elnézést kérek érte, de nem tudok mindenre válaszolni, sőt egyszer-kétszer, amikor így elfog a év és válaszolok, által mindig megbánom, mert egy válaszsal elindul egy 5-6 e-mail váltásból álló lavina, mert minden válaszra van 5 újabb kérdés, sosincs vége. Nagyon szépen segítek mindenkinek, aki eldöntötte és jön, hogy az életét megváltoztassa, de mindenkinek egy ilyen csetet nem tudok sajnos. Biztosan nincs erre időm a munkacsalád és a szabadidős hobbik miatt. Úgyhogy elnézést kérek, ezért csak sok ilyen videót, hogy ezt meg lehessen nézni, de aki úgy dönt és aki ügyfél lesz, az nyilván nagyon sok segítséget fog kapni, és azt én személyesen garantálom, hogyha az ember megteszi nyilván a maga oldaláról mindent, akkor biztos, hogy nagyon boldog és nyugodt élete lesz. Ezt kívánom önnek is, ezt élem én is. Szép napot!